a tavaszi vagy a húsvéti virágkoszorú virágaihoz most levelet fogok horgolni. Ezt is dupla láncszemsorral kezdem. Ugye a dupla láncszemsor az első hurok után, vagy előtt egy ilyen hosszabb szálat hagyok, és úgy készítem el a láncszemsort, hogy minden szem előtt egy hajtást teszek a tűre, és úgy húzom át rajta a hurkot. Ezzel a módszerrel 15 láncszemet hurkolok. Egy láncszemet horgolok sormagasításként, utána visszafordulok a horgoláson, az első szembe egy rövid pálcát horgolok, a második szembe egy fél pálcát horgolok, a harmadik szembe egy ráhajtásos pálcát horgolok, és utána 6 szem, 2 ráhajtásos pálca következik. Következő 2 szembe egy ráhajtásos pálcákat horgolok. Egy és 2. A következő 2 szembe fél pálcákat horgolok. Ugye a fél pálca az egy ráhajtásos pálca egyszerre leemelve. Következő szembe egy rövid pálcát horgolok, és ide a csücskébe 3 darab rövid pálcát horgolok, és ezzel fordulok is. Tehát 1, 2, 3. Ezzel megfordultam a másik oldalra, és ugyanúgy szimmetrikusan visszafelé haladok. Két darab egy ráhajtásos pálca. És 6 darab két ráhajtásos pálca. Egyébként, hogyha ezt a levelet szeretném kicsinyíteni vagy nagyítani, akkor itt a két ráhajtásos pálcáknál többet vagy kevesebbet horgolok, mint 6 szem, hogy az eleje és a vége az szép legyen, és a méretét itt lehet változtatni igény szerint. Vagy legalábbis én itt változtatnám. Igen, megint egy darab egy ráhajtásos pálca következik. Egy darab fél pálca következik. És egy darab rövid pálca következik. Egy kúszó szemmel a kezdő szemhez kötöm. És itt, hogy nekem most nem kell hosszabb szál, ezért le is vágom a végét.
és el is készült a levél. Látszik a videón, hogy gyakorlatilag 6 perc alatt készen van egy ilyen levélke, amiből aztán millió darabot lehet készíteni a koszorúhoz felhasználásra.